Köszöntöm kedves nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják. Kettős ünnepet ül idén a Szent István Katolikus Általános Iskola. 85 éve alapították meg az anyaintézményt, míg jelenlegi formájában immár 20 éve működik. A Szent István Katolikus Általános Iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi gálaműsort szerveztek október 7-én a Közösségi Házban. A város vezetése mellett dr. Ternyák Csaba egri érsek is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az egyházközösség életében mindig is jelen volt a nevelés és az oktatás, így a Szent István Katolikus Általános Iskola is fontos szerepet tölt be a település vallási életében. Mindenek előtt örülök annak, hogy ez a Szent István Katolikus Iskola immáron a 20. évfordulóját ünnepli annak, hogy fennáll, mint egyházi fenntartású iskola. 20 év, rövid idő is, meg hosszú idő is, attól függ, honnan nézzük. Azt tudnunk kell, hogy itt Magyarországon több mint 1000 éve létezik a katolikus iskola. Az Anya Szent Egyház, amiben ugye mindannyian benne vannak, nem csak a pápa, a püspökök és a papok, hanem a hívek is, igyekszik az élettel együtt járó feladatokból felvenni a maga részét. Ezek között a nevelés és oktatás az egyik alapvető dolog. Én azt hiszem, hogy az ókorban is, de főleg a középkorban a tudásnak, a tudománynak és a nevelésnek a fellegvárai voltak az egyházi intézmények. A templomok, a kolostorok elsősorban, tehát ahol a papság volt az a réteg, amelyik mindenképpen tanult a többiekhez képest. Aztán később alakultak ki az úgynevezett univerzitánszok, a nagyobb egyetemek, de ezeknek az egyetemeknek is a fenntartói alapvetően és elsősorban az egyházak voltak, az egyház volt. És tehát ezért nem idegen az egyháztól most 2000-es években sem, hogy egy iskolát fenntart, és ott tanítja és neveli a gyermekeket. Mind a kettő fontos, azt hiszem, hogy nem csak a tanítás, hanem a nevelés is. És ehhez a hátteret, az alapot az evangélium adja, Jézus Krisztus személye, mert mindenképpen kell, hogy nem mi magunk találjuk ki, az szerint, hogy éppen milyen korokat élünk, hogy mit kell tanítani, vagy hogyan kell tanítani, vagy milyen embernek kell lenni. Az ember az ugyanaz, és kell, hogy erkölcsi normák szerint alakítsa az életét. Nos, ez a nagy titka szerintem az egyháziskoláknak, hogy van egy háttere, egy kincses bányája az evangélium, amiből mindig tud meríteni. Az ünnepség elején Molnár Mária emlékezett vissza az iskola alapítására. Tulajdonképpen a mostani 20 éves jubileum egy másik jubileumot is magába foglal. Pontosan 85 évvel ezelőtt, 1926-ban tanítottak itt először az apácák. A várostörténeti írásokban szerepel, hogy a századfordulón nagyon sok gyerek ért Kövesden, és sok apró iskolába folyt a tanítás. Földön is ültek, nagyon nehéz körülmények között tanítottak, és akkor jött a döntés az akkori vallásügyi és oktatásügyi miniszter Klebersberg Kuno idejében, hogy kapjon Mezőkövesd egy szép, akkor legkorszerűbbnek minősülő általános iskolát. 12 tantermes, 6 osztályos római katolikus leányiskolát építettek, és itt az oktatás 1926. szeptember közepén kezdődött el. Jött 18 nővér az isteni megváltó leányai tanítói rendtől, és volt 630 gyerekük. A történet itt kezdődött. A nővérek nagyon meghatározták a városi életét, vallási, kulturális minden vonatkozásban. Itt töltötték az életüket a gyerekek között, az iskolában laktak, de a kikerülő diákokkal is foglalkoztak, beindították a Mária kongregációt, a Szívgárdát, és később még bölcsődét is indítottak, később koedukáltá vált az iskola, és az ő áldásos tevékenységüket nagyban segítették a régi kis templom épületében működő jezsuita atyák. A munkájuknak, az áldásos tevékenységüknek az a kegyetlen döntés, ami az államosítást jelentette, az vetett véget.
Egy tolvonással megszüntették az egyháziskolákat, a nővéreket szétzavarták, mert ezt ki kell mondani, és innentől kezdődően egy állami iskolaként működött változatlanul ez az iskola. Hogy nagyon jó volt mindig az iskolában az oktatás színvonala, azt azt hiszem mi sem bizonyítja jobban, hogy a jelenlegi tantestületnek több tagja ebben az iskolában végzett. És aztán jött igen a 91 nevezetes dátum, és április 24-e, ugye magam is akkor képviselő voltam, tehát pontosan emlékszem a dátumra, április 24-e, ez a Sárkányölő Szent György napja, ezen a napon döntött úgy a város önkormányzata egyhangulag, hogy visszaadja ezt az intézményt az egyháznak. És hát itt kezdődik a Szent István Katolikus Általános Iskola 20 éves története. A Szent István Katolikus Általános Iskola 1991-ben kezdte meg működését, melynek a kezdetektől 19 éven át Molnár Mária volt az igazgatója. Az első feladat ugye az iskola beindítása, az alapítása volt. Én nekem magamnak egyháziskolai tapasztalatom nincs, de nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk a piaristáktól. Ez volt az első, hogy a feltételeket, a hagyományrendszert, a vallásos élet alapjait, mert nagyon sok gyereket mi tanítottunk meg imádkozni, tehát ezeket megteremtsük. Volt építkezés, tényleg mondhatnám azt is, hogy a Vámos Bau 15 éven keresztül az iskolában nyaralt, mert minden évben felújítás történt. Valamilyen módon kívül belül, tehát az iskola megújult, bővült, ezek voltak a látványos építkezések, de nem ez a lényeg. A legfontosabb ettől, vagy sokkal fontosabb a belső lelki tartalmi építkezés. Az iskola igyekezett a vallásos úton az egyházi elvárásoknak megfelelően a gyerekeket a keresztény szellemiségben nevelni. Ennek voltak látható külső jelei, de leginkább, és ez a lényege, hogy olyan módon közelíteni a gyerekekhez, tehát egy sajátosan nagyon rájuk figyelni, őket is erre nevelni, a csúnya beszédtől távol tartani magukat, egymás segítség, tolerálják, nem válogatta az iskolákat, a gyerekeket, tehát minden gyereknek itt helye volt, akinek a szülei vállalták, és a gyerek ide akart jönni, a szülő is ebben támogatta az iskolát, akkor szeretettel fogadtuk. Nem tudom elégszer megköszönni azt a nagyfokú támogatást, amit a szülőktől kaptunk, kétkezi munkával, biztatással, és meg kell fogalmazni azt is, és ezt sokan már nem is élnek közülük, azoknak az idős, főleg néniknek az imáját, támogatását, akik egykor ennek az iskolának a tanulói voltak. Az ő emlékeik, az ő jó tapasztalataik adtak biztatást, erőt a fiatal szülőknek, akik lehet, hogy az unokáik, vagy lehet, hogy még a dédunokáik voltak, hogy hozzák bátran ide a gyerekeiket, és hogy jót, többet, erkölcsi alapokat, nevelést is. Tehát itt hangsúlyoznám, hogy a katolikus iskolában mi ugyanazt tanítjuk, mint állami iskolában, a nevelés az, ami kiemeltebb, nagyobb hangsúlyt kap a mi esetünkben. Kívánom! Én az iskola ünnepségén is ezt fogalmaztam meg, hogy a Szent István oltalmában érjenek meg nagyon sok évet, még érje meg ez az iskola. Minden évben ugye a gyerekek is változnak, a tanuló létszám vagy összetétel változik, a tantestület is szükségszerűen összetételében változik, újak jönnek, idősebbek elmennek, de azt most is látom az egy év elteltével, hogy azt az utat, amit vállaltunk és ami felé törekszünk, ezt valósítsák meg, és az a lényeg, hogy az ember a célt jól lássa. Egy egyháziskolában az, hogy hová törekszünk, a cél az nem kétséges. Hát ezt a célt lássák, és ezt kövessék. Ezt üzenem. 2010-től Nyeste István látja el az intézmény vezetői feladatait, aki rövid ünnepi köszöntőjében kiemelte e jeles évforduló fontosságát, jelentőségét. Ha azt mondjuk, hogy 20 éves egy iskola, az azért nem egy olyan hosszú időszak, hiszen nem is rég a városunkban a középiskola, a Szent László Gimnázium 100 éves jubileumát ünnepelte.
Sőt, azt is tudjuk, hogy van az országban olyan oktatási intézmény, ami több száz éves múltra tekint vissza. Tehát ez a 20 év, ez tulajdonképpen nem olyan hosszú idő. De ha abba belegondolunk, hogy ez alatt a 20 év alatt a katolikus iskolából több mint 1000 tanuló ballagott el, ment középiskolába, akkor már másképpen látjuk ezt a helyzetet. Tudjuk azt is, hogy osztálytalálkozókon, hogy ezek közül a gyerekek közül sokan már orvosok, vagy ügyvédek, vagy kétkezi munkások, teljesen mindegy, nem a sorrend számít. Tehát ők már gyarapítják ezt az országot, növelik az értékeit, építik, ha tetszik, így lehet mondani. A mai gyerekeknek, hogy mit jelent ez a 20 éves, hát ezt talán tőlük jobb volna megkérdezni. Számukra azt gondolom, hogy ez csak egy ünnepség volt, amin ők részt vettek és örültek, hogy nem mertek, nem kellett iskolába menni. Az alapítás óta fő feladatuknak a keresztény nevelést és az ennek megfelelő életmódra szoktatást tartják, melyre a jövőben is nagy hangsúlyt szeretnének fektetni. Nagyon fontos a nevelés. Ugye a következőben már az oktatási törvényt is így fogják, köznevelésről szóló törvénynek fogják nevezni, ezért nagyon fontos lenne számunkra a nevelés. Ugye eddig is fontos volt, de még inkább szeretnénk, hogyha közösen nevelnénk gyermekeinket a szülőkkel. Szeretnénk, ha ugyanolyan értékeket próbálnánk közvetíteni. Jó lenne, ha a gyerekek nem a tévén nőnének föl, hanem sokkal értékesebb dolgokon, könyveken, sportolással töltenék szabad időket, nem csak a tévé és a számítógép töltenék ki az időket. Ez nagyon fontos az, hogy a szülőkkel közös értékeket képviseljünk. Ezért próbáljunk megkérni a szülőket, próbáljunk együttműködni velük, próbálunk programokat szervezni, mint a múlt hétvégén is, hogy a szülők jöjjenek el, ismerkedjenek egymással, az iskolával, a nevelési értékeinkkel. A rendezvényen az egykori diákok és tanárok adtak kulturális, zenés, énekes műsort. Az iskola jelenlegi tanulói pedig Szent István király életét és legendáját elevenítették fel. Egy éve elvérzett egy vadászaton a trónörökös Imre herceg nem tért magához a királyt, mintha összeroppant volna benne valami. Amióta szeretett fia meghalt, semmi mással nem törődik, csak az imádkozással. Igaz keresztény volt a király egész életében. Monostorokat alapított, jótékonykodott. Elrendelte, hogy mindenki a termény egy tizedét a papoknak adni. Gyámolította a szegényeket. Korosabb révén nálam, te jobban tudod, milyen volt a királyi felség azelőtt. Most azonban kimondom kereken, gyenge. Az öröklés ügyét nem intézte még el. Pedig anélkül esetleg egész életműve romba dőlt. Elpusztul a kereszténysége friss ültetvénye, s a fogányoké lesz így újra minden. Csak akad egy ember, akinek hallgat a szavára. Miért nem hozhatjuk fel a szent életű püspököt Gellértet Marosvásárról? Ő biztosan rávenné, hogy ebben az ügyben Gellért püspök alig ha segíthet neked. Ő sohasem látta magát e világi dolgokba. Csendesebben! Él még István király! S ha az imáink meghallgatást nyernek, még sokáig az ő gondjára bizatunk mindannyian. Nehogy valami fülelőszolga azt jelentse neki, mi már az örökséget osztjuk. De ha bánatunkra mégis elszólítaná őt az örökkévaló, az utódlási sorban ő felsége nagybátyjának a fia, a Nyitrára zárt Vazul herceg következik. Ő üzletbe rendelte őt a király, nehogy megtámadhassa Imre herceg öröklését. De most, szegény Imre herceg, nincs többé velünk. Vitathatatlanul vazul a korona várványosa. Vagy inkább a velencei Péter? A fecskemódon picegő olasz? Őt bátorja a királyné, merettek a magyar vazultól, és meg Gizellának is rokona, ez az orzóló Péter. De mit tud ő róluk? Ő csak azt látja, szép ország, gazdag ország, de jó volna a trónjára ülni. Ezek az orzólók még a saját népüket sem tudják kormányozni. Elkergették az apját, mert zsarnokoskodott a velenceiekkel. Hát minek nekünk egy olyan király, egy olasz, aki még az olaszoknak sem kell? Na és Vazul, az ősi jog szerint ő rá vár a hatalom. Vazul nem lehet király, ő gyermekkora óta fogságban tartjuk. Igaz, nem börtönben, hanem szép kastélyban lovaga alt. De mégis fogságban telnek napjai. Ő biztosan gyűlöl minket. Gyűlölnie kell. A tróra kerül, bosszút áradja.
Bizony, Imre herceg lett volna az igazi király, de hát őt elpusztította a vadászaton egy vad. A király azóta csak árnyéka önmagának, és nincs, aki a trónra kerüljön. Tennünk kell valamit, ha nem akarjuk, hogy az ország méltatlanok kezére jusson. Ám legyet, hivassuk Gellértet. Tegnap például szaggató derékfájásával mit sem törődve letérdepelt és megmosta a háza népe lábát. Igaz keresztényhez méltó kert az éveset. Atyám, hogy értessen meg vele? István nem csak keresztény, hanem az ország királya is. Hová lesz a tekintély? Hová a becsület, ha nem fél haragjában a nép? Emlékezz, mikor átvette Géza fejedelem örökét, s fellázadt ellene a pogány, Somogyi úr kopány, mert azt hitte, gyenge kezű fiatal uralkodó. Ha akkor István kardot nem köt, s a csatamezőre nem vonult, hogy a támadók hadát szétvergesse, most te sem téríthetnél itt pannulni a földjén lelked Krisztusnak. István kemény öklének köszönheted te is, Szent Atyám, hogy a szeretet vallását hirdetheted ezen a tájon. Meg is maradtok tényt örökre, mert gondolj fiam arra, mi történt a hatalmas pogány birodalmakkal? Elenéztek, semmi létítettek. Hol vannak a hunok? Hol vannak a zavarok? És a besenyők, meg a kazárok, mint a gyökértelen fák elsöpörte őket az idő viadat. Ti azonban gyökeret feltettek ezen a földön. Tudom én, hogy lázadásokat kellett legyőzni, de most már nincs szükség az ököl és a kard keménységére. Megjegyzem tanításodat, atyám. Bölcsességedre emlékszem majd akkor is, ha az Úristen az én gyönge vállamra helyez egy országnyi súlyt. Sokan úgy véli, urunk vallásosságának elmélyülése azt jelzi, közel a pillanat, amikor megnyílik előtte a mennyei Jeruzsálem kapuja. És akkor itt marad az ország fő nélkül. Kitör a belháború, a zavargás. Menj, beszélj a királlyal. Te rád hallgat? Mondd neki, hogy válasszon végre trónörökös. Egy keresztény dovagot, lehetőleg magyar ajtú, aki jártas az ország dolgaiban, s aki tovább folytatná az ő művét. Akit ő jelöl a koronára, azt az egész ország elfogadja majd. Jól van, beszélek a királlyal, de csak arra kérhetem, hallgasson Krisztusra. A műsor keretében mutatták be az iskola jubileumára készült filmet, amely az intézmény elmúlt 85 évét foglalja össze. A filmet Tótné Csirmaz Márta és Gáspár Mátyás készítette el. 1926-ban felépült új iskola a Szent József nevet kapta. Alapítója, majd igazgatója, egy szerény, áldozatos lelkű pap, gimnáziumi hittanár, főtisztelendő Szent Györgyi József volt. Az intézet első tanító szerzetes nővéreit láthatjuk a képen. Az isteni megváltó leányai nevű apácaren tagjai ők, akikre bátran bízták a mezőkövesdi családok gyermekeik nevelését. Az iskola azért kapta a köznyelven a Zárda nevet, mert az egyemeletes épület 12 tantermén kívül a nővérek lakrésze is itt kapott helyet. 1927. szeptember 6-án tartották az iskola kápolnájában az első szentmisét, melynek végén Tedeum volt. A képen 1931-es felvétel látható. A kápolnát az akkori igazgató úr Szent Györgyi József egykori tanítványa, a mezőkövesdi születésű Takács István festőművész képei díszítik. 1928. A második tanév évvégi tornavizsgája. A matyóruhás lányok az iskola udvarán mutatták be gyakorlatukat a Levente zenekar játékára.
1929-es tanév tornavizsgája. A gála műsort követően az ünneplők átmentek a Jézus Szíve templomba, ahol dr. Ternyák Csaba egriesek tartott hálaadó szentmisét. Múlt heti kérdésünkre, mely így hangzott, ön tesz a különböző civilizációs betegségek megelőzése érdekében? Válaszadóink 45%-a szavazott igennel. E heti kérdésünk a következő. Ön fontosnak tartja a gyermekek vallásos nevelését? Válaszaikat levélben és e-mailben is várjuk elérhetőségeinken. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!